Bénító Tej, Feri életerős birkózó az átlagosnál sokkal jobb fizikai állapotban volt egészen tavalyig. Az akkor 35 éves sportoló mindössze egy korty kecsketejet ivott forralás nélkül. Mint később kiderült, hatalmas hiba volt. A kecskét ugyanis korábban kullancs fertőzte meg, ettől Ferenc is súlyos beteg lett. Feri simán a földhöz csapja az ellenfelét, és folytogatni kezdi. Méghozzá Béna jobb kezével. Régen még így is el tudtam dobni a szaltót, most viszont már nem tudom, hanem így kell összekapnunk. Csak így tudom. Az egykori birkózó világbajnok tavaly egyetlen kort kecsketejet ivott. Két héten rá lebénult. Egy kortyot ittam, ugyanis nem ízlett az íze. És rá két hétre körülbelül május végén az influenzához hasonló tünetek kezdtek jelentkezni nálam. Feri egy barátjától kapta a kecsketejet, amit nem forralt fel, mert állítólag így egészségesebb. A sportoló mindössze egyetlen kortyot ivott a nyers tejből, ám ennyi is elég volt ahhoz, hogy egy veszélyes vírus támadja meg a szervezetét. Az elképesztően erős testű férfi 3 hét alatt gyakorlatilag teljesen leépült. Ez azzal járt, hogy 3 hét alatt 12,5 kilót fogytam, teljesen leépült a mállizmom, a tarkói izomzatom, megbénult az állam, a nyelvem nem mozgott rendesen, nem tudtam rágni, csak pépesre tudtam menni. Az orvosok sokáig nem tudták, hogy mi okozza a birkózó fiú tüneteit. Eleinte agyvérzésre gyanakodtak, aztán a barát, aki a kecsketejet adta, agyhártya gyulladása a kórházba került. Ez gyanús lett az orvosoknak, és a kecske körül kezdtek vizsgálódni. Kiderült, hogy a kérődzőt egy kullancs fertőzte meg, Feri és a barátját pedig a kecske fertőzött teje. Dr. Lakos András kullancs specialista szerint ezzel a vírussal az a legnagyobb baj, hogy nincs ellenszere. Ebben a vírus elleni gyógyszerünk nincsen, illetve nem is lehet, mire a tünetek kialakulnak. Éppen ezért a kecsketenyésztő szerint az állat tejét kötelező a fogyasztás előtt felforralni. A kullancs sípése a kecskéket is megbetegíti, legalábbis, hogyha fertőzött kullancsot szed össze. Ennek hát ugye az az eredménye, hogy a tejen keresztül az embert is meg tudja betegíteni. Feri azóta megtanulta a leckét. Újra kellett tanulnia beszélnie és járni, mielőtt ismét munkába állhatott. Egy csavarokat forgalmazó cég vezetőjeként eleinte az írás is gondot okozott. Teljesen megbénult ez a két ujjam, tehát nem volt benne erő, ezért meg kell tanulnom bal kézzel írni, ugye, amit meg is tudok mutatni, tehát letolmazza és írni simán a nevemet. Feri megelégelte a tétlenséget és újra edzeni kezdett. Nehezen mozgó kezével több 10 kilós súlyokat emelget, dobálja társait és ezzel a speciális szerkezettel küzd, amit a birkózók csak gyilkológépnek hívnak. Az én koromnak is nagyon jó, mert amikor már elfárad a rossz ujjam, akkor tudom bárhol is tolni. Ha meg még bírom, akkor csak egyszerűen húzom. Feri ugyanúgy helytáll az edzőteremben, mint egészséges társai. Annak ellenére, hogy a fertőzött kecsketejtől kapott vírus olyan pusztítást végzett a fiú szervezetében, aminek a mai napig nyomai vannak. Nem tudja használni rendesen jobb karját és két ujját. Az orvosok szerint Feri soha nem fog rendbe jönni. Ezek a szomorú esetek, amik bénulással végződnek, ezek tulajdonképpen a vírus közvetlen idegsejteket károsító hatásából származnak, ilyenkor elpusztul egy mozgató idegsejt, illetve hát egy idegsejt csoport, és ezt nem lehet visszacsinálni. Feri ennek ellenére nem adja fel. Nehezen mozgó kezével is küzd, és bizakodik, hogy egyszer minden olyan lesz, mint betegsége előtt.